Ez a kis készülék egy hőkamera az energiafogyasztás ellenőrzésére. A műszer segítségével a szakemberek meg tudják állapítani, hogy a lakásban, házban hol van a legnagyobb hűveszteség télen, és ennek megfelelően hol melegszik fel leginkább nyáron. Általában a veszteségek 30%-át a szigeteletlen falak, közel 20%-át pedig rossz minőségű nyílászárók okozzák. A fennmaradó veszteséget a szigeteletlen tető és az alap okozza. És ha magánházakban szinte az ideális energia érhető el, akkor a lakásokban szinte lehetetlen hasonló mutatókat elérni. Ami a lakóházakat illeti, ott nehéz elérni, mert egy lakást nem emelhetünk ki, és nem szigetelhetünk alulról, felülről és minden oldalról. Abból indulunk ki, hogy mód van a falak szigetelésére, lecsérjük az ablakokat. Ezzel azt érjük el, hogy az ablakok és a falak nem engedik át a hűvesztesség legalább 50 Százalékát. Ez a legjobb lehetőség, és ezért látunk gyakran foltos házakat, amelyekben egy-két lakás szigetelve van, viszont a szomszéd lakás nincs. Ez a módszer eredményes. A hűkamerán látszik, hogy a szigetelt homlokzat nem melegszik fel annyira, ezért nyáron hűvösebb, télen pedig melegebb a lakás, kevesebb energia felhasználásával. Bár a szigetelés előnyei nyilvánvalóak, sokak számára kulcsfontosságú az ára. Oroszország teljes körű agressziójának kezdetével az anyag és a munkavégzés ára is jelentősen emelkedett. A háború kezdete óta bizonyos termékek árai mintegy 40%-kal emelkedtek. Minden azzal függ össze, hogy a termékek lengyel gyártmányúak, és sokat szerzünk be más piacokról, ahol szintén minden megdrágult. Ezáltal drága terméket kapunk. Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy ez a helyzet hogyan érinti a vevőt, mert aki hűszigeteltetni akarja a lakást, az már vagy összegyűjtötte a pénzt, és most megcsinálja. Akinek nem volt pénze, az megpróbál valahogy kölcsönkérni, vagy hitelt felvenni a szigetelés érdekében, mert nem tudja, milyen lesz a tél és milyen hatással lesz rá. Kárpátolján a lakások iránti nagy kereslet miatt, különösen a belföldi menekültek körében, a kivitelezők növelik a szigetelés költségeit, mert az új lakásokat már energiahatékonyra tervezik. De a régi épületeknél a helyzet nem rózsás. Ott rettenetesen hideg lesz. Ebben az esetben, ha beszél a tulajdonosokkal és nem állnak készen az ablakok cseréjére, akkor azokat egyszerűen le kell ragasztani térre. Van egy másik lehetőség is a régi épületek energiahatékonyságának átfogó megközelítésére. A több emeletes épületek szigetelése állami támogatásra. Ilyen program már korábban is működött. A hitel az azonban a lakóknak nem csak önrészt kell vállalniuk a projektben, hanem energetikai igazolványt kell készíteni a házhoz, ami sokba kerül, és csak az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező cég adhatja ki. Ellenkező esetben a bank figyelembe sem veszi az igénylést. Nem hivatalosan elvégezzük az energetikai felmérést. Mivel erre hivatalos engedélyünk nincs, mi csupán megmutatjuk a problémás területeket. Jelentésünk, mi szerint javasoljuk a falak a födém, az alapszigetelését, nem jogerős az állami szervek és a bankok számára. Már szembesültünk ezzel a problémával, amikor az egyik társulás állami kölcsönből akarta szigeteltetni a házakat, de az energetikai felmérés akkoriban körülbelül 100 ezer hírnyába került. És a tulajdonosok egyszerűen visszautasították. Akkor azt mondták, rendben, megcsináltatjuk az energetikai felmérést, de kifizeti vissza, ha nem kapjuk meg a hitelt. Az orosz agresszió, az ukrán infrastruktúra lerombolása és az Európába irányuló gázszállítás korlátozása miatt az idei tél nem lesz könnyű. A szakértők továbbra is azt javasolják, hogy mindenki gondolkodjon el saját otthon a szigetelésén. Az államnak és a helyi hatóságoknak pedig segíteni kellene az embereket, hogy könnyebben vészeljük át a telet.